Sziasztok! Kedhez nem annyira megszokott dologgal fogok ma jelentkezni. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Ma egy könyvajánló lesz a témakör, és nem is akármilyen könyv. Először is egy nagyon fontos elvnek a papírra vető gondolata lenne, amivel keresem, a másik pedig, akitől van ez a könyv, az egyik kollégám, akit rendkívül nagyra becsülök. Nem nevezem meg, mert nem tudom, hogy szeretné-e, viszont őnek is sikerült ebből kettőt rendelnie, és szerintem egy pillanatig se gondolkodott azon, hogy a második példányt ezt nekem fogja adni. Először is, mert egy beszélgetésünk kapcsán jutott arra, hogy erről még nem is olvasott, illetve ezt nem olvasta. A könyvet én sem, viszont az elv alapján tudtam, hogy mi az. Nos, hát a könyv, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Perry Marshall, a 80-20-as elv, a Pareto elv továbbfejlesztése, az értékesítésben és a marketingben, eladásban és a marketingben. Ez a könyvnek a címe. Gyakorlatilag Perry Marshall ténylegesen ráigazítja a marketing és az eladás technikára ezt a 80-20-as szabályt, és minden le van írva, ami ehhez szükséges. Tehát ha te ilyen, ehhez hasonló, vagy éppen ennek valamelyik társ iparágába tevékenykedsz, vagy szeretnél, esetleg erősíteni szeretnéd ezt a tudásodat, ezt a képességedet, és elmélyíteni azt, hogy mi az, amire szükséged van ez ügyben, én javaslom mindenféleképpen ezt a könyvet. Az előszavát nem más, mint gyakorlatilag Richard Koch készítette, aki ugye erre a Pareto-ra egy hatalmas nagy bestsellert írt. Én azt mondom, hogy azt is érdemes elolvasni, bár nem ennyire célzottan az eladásra, illetve a marketingezés, vagy hát ennek a rokon szakmáihoz kapcsolódik, viszont magát az elvet fantasztikusan jól bemutatja. Igazából nem is gondolnék erről sokkal többet rizsázni. Bemutatom még egyszer a könyvet, hagyott nektek időt az elolvasására. Perry Marshall, 80-20-as elv, és azt mondom, hogy konkrétan ezt, ha más nem is eddig nem nagyon olvasgattál eladástechnikás ajánlmányaimat, könyvajánlásaimat, ezt azért érdemes elolvasni. Köszönöm, hogy velem voltál, tetszett a videó, kérlek lájkold, nem vagy feliratkozva a csatornámat, tudod, hol kell megtenni, ha pedig nem vagy még feliratkozva a hírlevelemre, weblapomon alul fogod tudni megtenni. Köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk holnap is, szia!